Jó napot, kedves uram! Krisztián, versenyezni fogunk. De nem így, te nyomara! Ez az, nyerte! Ez nem direkt volt, de most már mindegy. Na, gyere csak, Krisztián! Versenyezni fogunk. Állj csak be a csicska Lamborghini-del, és próbálj meg legyőzni egy utcai versenyben. Szállj be, és kezdjük a versenyt! 1, 2, 3! De ez itt csalás! Ez az! Aki előbb kér az a kereszteződéshez a tengerpartra, az nyer! Milyen kereszteződés? Itt egyenesen előre, ahol van a kanyar. Ez az! Jól vezetek, jó van! Gyerünk, gyerünk! Igen, igen, jó! Csak nem szabad senkiből belemenni. Na jó van, ez így nem fair, kicsit csalni. Hát egy kicsit lefékezek, és most indítom is vissza! A fenébe túl lefékeztem. Mindegy, így is utolérem a csicskát. De nem tudom, hogy milyen kereszteződés van. Ahogy kiérsz a tengerhez, te. Na! Karambolloztam, ezt nem hiszem el. Ez az! Akkor én nyertem! Mert ide értem! Csaló! Megvakartam az orrom pont, és nem tudtam fékezni, te büdös macskas csaló disznó, de... Jó, be is megyek ide az alagútba. Ja. Máté, keressünk valami komolyabb versenyeket, nem? Jól van. Háló srácok, ez itt a GTA 5 folytatása, azaz a nem tudom, hanyadik része, 30... Valannyadik. 38 millió 68. 34, azt hiszem. De ha nem, akkor tévedtem, és bocsánat. És a mai videóban pedig autóversenyezni fogunk, szóval Krisztián, keresél valami nagyon király versenyt, és kezdjük is el, ugyanis az egész videóban autóversenyezni fogunk. És megnézzük, hogy lehet pénzt keresni autóversenyzéssel. Ja. Megpróbálunk majd a internet népe ellen is versenyezni, de nem tudjuk, hogy ez hogy lehetséges, vagy hogy lehet azt csinálni, hogy online versenyezzünk, de majd megpróbáljuk valahogy. Rengetegen szoktak így versenyezni a GTA-ban, viszont mi egyáltalán nem értünk hozzá, nem is nagyon szoktunk ilyet játszani. A múltkori videóban játszottunk egyet vagy kettőt. Nagyon király volt amúgy, viszlát, kedves motoros. Hát kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz így online versenyezni, ha tudunk. De van rengetegféle pálya, meg rengetegféle verseny, azt hiszem van ilyen Forma 1, meg nem is tudom még mik vannak, de nagyon sokféle minden van. Ja. Úgyhogy szépen ki fogjuk ezeket most próbálni. Na, Krisztián, meghívtál már, vagy valami történik? Hát próbálom. Oké, és matchmaking open. De ne legyen open, először jól. Hív be. Hogy kell beírni? Hát küldjél, meghívok. Oké, és invited-el. Oké, és akkor most... Jó. Oké, na akkor el is fogadtam. Na és most megnyithatod a matchmakinget. Jó, hát nem tudunk csatlakozni. Akkor be kell majd menni egy olyan sessionbe, ami ilyen online session szerintem. Tudod, már most private sessionbe vagy, és nem lehet elfogadni. De mindegy, menjünk egy bemelegítő kört, és akkor majd utána megpróbáljuk. Ja, hát most már megy. Ja, let's go. Okay. Azt a milyen kocsik ezek. Wow, ez kettőle van. Jó, én ezzel a teherautóval megyek. Én meg ezzel a nem teherautóval. Nem rakok magamra semmit, mert ez csak egy bemelegítő kör. Mi az, hogy 3-at nyertem és 4-et vesztettem? Mi az a büdös család? Na, csicska vagy. Na jó van, Máté. Ez meg a izé amúgy. Ja, ez ilyen NASCAR. Mutasd meg, ki vagy te. Jó, én vagyok Johnny, a nagyfiú. Ne lökd már ki, te büdös csalódög, disznó! Máté, ez roncsderbi. Nem, ez nem roncsderbi, ez NASCAR. NASCAR, ülj már a NASCAR-oddal. Oké, jó van, előre törtem. Hey! A fenébe! A büdös disznófejű. A bebúztó csaló. Jaj, ne, megint bebúztad. Hát simán bebúztalak, mert én vagyok a bebúztaló megúszó. Húzz ennem megöllem, te büdös csicska! Ez az! De mi csúszik ki ez a szarkocsi? Fenébe én... Mert szar, mert nem teherautóval kell jönni. Én választottam a szarkocsit, persze. Nem teherautóval kell jönni, hanem egy jó kis versenyautós NASCAR autóval. Most megpróbálok minden egyes izébe belemenni. Második vagyok. Félből! Én is fölborultam! Gyerünk! Francba! Ez az, ő is fölborult, jó van? Jaj, nem, még van egy kör! Ezután. Nem, még ez az utolsó kör! A fenébe! Gyerünk! Ez az! Nyertem! Sikerült megtartanom. Hú, ez durva volt. Azt a jó kis pénzt kaptam érte, amúgy hát annyira nem. Nem valami jó. 4300. Hát nem volt rossz. Én 5700-at kaptam. Let's go! Húja! Na, lájkolom. Ez jó volt, lájkolom. Azt kéne, hogy valahogy, hogy ne egyedül legyünk. Hát azt úgy lehet, hogy lépjünk ki, és menjünk át egy nem privát sessionbe. Az a baj ezzel az online-nal, tehát, hogy ott nem mindenki mindig ugyanarra szavaz, és így... Nem baj. Tehát ilyen bénán. De azt is megpróbáljuk, mert van olyan, hogy online és jobs. Find new session, csak arra rá kell menni, nem? Igen, de azt is lehet, hogy quick joinolunk, csak hogy tudunk együtt lenni. Úgyhogy te meghívsz engem. Kicsit később. Jó, na. Oké, már meg is jelent, hogy itt gyilkolásszák egymást a játékosok, úgyhogy nagyon örülök. Oké, és akkor itt kell keresni valami ezért. Quick join. Most arra rá kell menni. Ja, már invite-olt is valami random fószer. De nem versenyre, hanem ilyen jobra. Várj, addig én keresek valami jobot. Oké, és invite friends. Jó, és hogy kell majd elfogadni? Mert még be sem tudtam lépni. Ott is a telefonodat felhozod, és a jobs list. No jobs available. Ja, mert engem most bedobott, és nem... Ja, mert meginvite-olt 85 millió embert. De és akkor én hogy nem tudtam invite-olni az előbb? Később. Azt valaki elmondja nekem, hogy ebben a GTA Online-ban miért telik minden ilyen 40 évbe, bakker. Sokkal később. Jó, na remek. Na, most kidobott a játék. Úgyhogy nagyon örülök, itt ment egy brabagós mellettem. Akkor még egyszer, Krisztián, rá kell menni, hogy job. Play job. Ja, de miért nem vagyunk itt? My jobs. Nem vagyok itt, nem vagy itt. Nem együtt vagyunk. Nem együtt vagy, nem együtt. Akkor gyere át a sessionembe. The session you are want to joining is currently full of players. Nagyon örülök neki, akkor joinolok én. Jó, de nekem most én sehol nem vagyok, mert én most itt vagyok a töltőképen. Fail to connect session. Na igen, ez a baj ezzel, hogyha nem private üzébe megyünk. Csak meg kell nyomnod lefele. Most elment a fekete kép. Mi a franc? A lefele, a keresztnek a lefele. De ez miért csinál ilyen önkényesen dolgokat ez a játék? Még aznap, később, de azért nem olyan nagyon sokkal később. Elfogadtad? Jó. Open auto invite. Inviting players. Na, végre! Ez az! Ez az! Let's go! Hát invite, tehát nem biztos, hogy bejönnek. Hát nem biztos, de hogyha elkezdenek megtelni, akkor jó lesz. Nem tudom, hogy mi ez, csak egy randomra rámentem, ami ilyen szimpatikus volt. Ez az már ilyen is. Jónak tűnik. Még jöjjenek, vagy legalább ketten. Jó, akkor majd várjunk, és akkor... Még fél perc van. Playboy Kima. A Playboy Kima az már bejött. Ja, hát csak ő jön, mert 4 másodpercünk van. Na mindegy, egy valaki bejött, ez legalább már haladás. Oké, és akkor közben is tudnak azt hiszem csatlakozgatni. Na. Azt, ez a Porsche. Jön, ezzel megyek. Narancsárga, let's go. Na. Jó, ready. Mehetünk. Én nem rakok magamra semmit. Most azt írja, hogy ready 4/5. Szóval akkor 4-en vagy, de nem, mert 3/2. Jó, mindegy, hát akkor jó. Meglátjuk. Nem tudom, hogy milyen pálya ez, de meglátjuk. Gyerünk, ó, azt tudom, hogy Porsche 911-jel én meg a Nissan-nal jövök. És 3, 2, jó, de aztra számíts, hogy ő el fog húzni a francba. Tudsz, számítok rá. Én direkt nem a saját autómmal jöttem. Azt neked én Porsche-d van. Aha. Durva, mi? Ajaj, mi lesz? Mi fog történni? Nem tudom... Mi van? Mi ez? Meg fogunk halni. Mi a szar ez? Jaj, ne! Ez nagyon rossz! Oké. Azaz, elég jó, behoztuk őt. Máté, megpróbálom kilökni a csicskát. Okay. Azaz nagyon jól kanyarodik ez az autó. De úgy ne lökjük ki szegénybe. Nem, nem akarom kilökni. Ez az. Ez azt a de jól kanyarodik ez az autó. Jó, hát ő nyilván ki fog lökni, de te ne lökjél. Ja, neked nagyon jó kanyarodik. Nekem nem. Én megint a legszarabb kocsit választottam. Mindegy, el kell kapnunk a csicskát. Let's go! Azt a jó félre ment. Ez ja, az, meg tudjuk előzni. Tök mindegy, melyikünk lesz az első, csak ne ő legyen az. Igen, a igen, őt kell legyőznünk. Ketten vagyunk. Ja. Oké. Jó van. Na, hogy utolérjen. Jó. Oké. Jó. De bejénán kanyarodik. Ajaj, itt nincs gyorsító. Jaj, ne utolér. Kilök! Ki akar lökni? Te löktél, én löklek ki téged, te szar! Ne, francba! Leelőzött a csicska. Nyugi! Le akart lökni oldalt. Nyugi, én jó helyen vagyok. Viszont itt meg ne akadj, mert nem fogsz tudni feljönni. Jó. Ja, jó, már feljöttél, oké. Hops! Már mi a második kör? Igen, ez második. Ja, de nem, mert nem volt második kör, szóval szerintem csak ez. Csak ugyanolyan? Aha. Jaj ne, jaj ne. Mi az, hogy második? Mi az, hogy harmadik? Most első. Ja, mert hogy... igen, mert hogy, ahogy mentél, és akkor így visszább mész, tudod. Igen. Ajaj. Kéne olyan pályán menni, amit ilyen nehéz megcsinálni, tudod, és mindig meg kell próbálgatni a stuntokat megcsinálni, tudod? Hogy lehet hátra nézni? Nyomod, amivel nézelődsz, azt nyomod. De fúj már, te csaló! Mi ez? Büdös csaló, állandóan nekem jön és kilök, ez a kis szar. Nyugi, engem nem is fog tudni utolérni. Hát téged nem, mondjuk ja, az a jó, hogy engem mindig megpróbál kilökni, és akkor te meg... De amúgy gyorsabb, mint te, mert engem állandóan megpróbál kilökni. Aha. Tényleg gyorsabbnak tűnik. A fenébe. Rosszul érkeztem le. Leesett! Igen, kiézelt. Kiesett, ez az! Diszkvalifikálta magát a csicska! Ha-ha! Let's go! Akkor most már csak mi vagyunk benne a játékban. Ja, csak így már nem fair, mert engem ez egy csomószor megpróbált kilögdösni. Ez az. De pedig az olyan, mintha a köröket mennénk. Nekem. Nem, egyáltalán. Közös nincs hozzá. Fú, de rossz, hogy így megfordul a kamera. Nagyon rossz. Ja. Ott a cél. Ja. Na, egész jól jöttél utánam. Ja. Let's go! Első lettem! Hát jobb lett volna jóval, hogyha többen vagyunk nyilván. És dudál. Folyamatosan. De mi ez az Audi? Ez szerintem a saját autója. Igen, mert ilyen lilára szartózik. Ja. Hoha, get! Wow! Basz, elég jót ment. Jót ment. Ja, jót ment. Ügyes volt. De hát engem azért kicsit nehéz legyőzni, úgyhogy... Nem is hibáztatom. Azt a 7300 az jó kevés. Nekem meg 9800. Oké, és akkor eddig mennyit kerestél? Ön 15.000 valamennyit. Hát kb. Össze kellett volna adni. Ez jó volt. Ő is lájkolta, úgyhogy mehetünk tovább. Ilyenkor nem tudnak még hozzánk csatlakozni? A elsőre menjünk, mert ami a legnagyobbra van értékelve, annál nagyobb az esélye, hogy följönnek tovább, vagy bejönnek tovább, mert... Aha. Jó, akkor a stunt zebra. Én nem tudtam rámenni valamiért. Na igen, itt kell most megint behívni őket. És srácok, egyébként, hogyha szeretnétek, hogy próbáljunk ilyen ugratgatásokat csinálni egy GTA-ba, vagy így megpróbálunk minél jobb ilyen trükkugratásokat, és hogy ki tud jobbakat csinálni, akkor lájkoljátok ezt a videót. És akkor csinálunk egy olyan videót, nem Máté? Megpróbáljuk. Ja, egy két ilyen ugratások. Aha, így fogjuk a kocsinkat, és akkor így beülünk egymás mellé, és akkor így ugratgatunk. Nem invite-ol. De. Valaki joinol. Azt ez 207-es, ez tudja, hogy legyőz. Mert ezek a saját kocsijukkal fognak bejönni, és ilyen izé kocsia lesz. Amúgy lehet, én is jövök azzal. Hopp, viszont itt van egy másik fajta, ez a Lampadati. De szerintem nekem ez a kurumás sajával. Sajátommal. Hát úgy, hogy mész arrébb, és akkor ott a sajátod. De nincs, custom kuruma nekem is azon. Na let's go. És a Playboy klíma mivel jön? Ez is a Omnissal szerintem. Aha. De hogy lő ki annyira? Hát ugyanúgy megy, mint én. Aha, ő már megtanulta, hogy ő nem jó ugratni. Ne lök ki! Hát én nem akartam, csak próbáltam üzélni. Kanyarodni. Azt, ja, és akkor ő próbál meg kilakni. Azt csanul. Hát ezzel érjetek utal, barátaim. Ja, az baj, te gyorsan vagy. Csaló! Playboy klíma! Leesett! És fölrobbant! Szegény! Most itt jön velünk játszani. Hát, na ezt itt te nem győzöd le. A rally kocsit. Ja, mert szerinted ez mi? Kihetenek. Hó, kell itt menni! Hát ott vannak a nyilak, hát nem látsz? Nem. Azt, amilyen tüzes körbe ölelése a pályának. Hogy fölrobbant a csicska, mi? De most miért kell szegényt bántani? Jön itt velünk játszani, és te meg itt bántod őt. Azta! Mi volt? Ezt megúsztam. Ajaj. Nagyon túlságosan hátrafele figyeltem el. Csaló! Milyen csaló, hát te jöttél belém. Ott jön mögöttünk. Hát persze visszateszi. Jó ez a pálya. Ja, elég tetszik. Francba. Ja, csak most... Azta, visszafele fővettem a vizét, és beakadtam a ugratás közben a levegőben. Aha. És addig te mentél tovább. Szóval... Jó. Jó, hát nekem nem jó, én meg kipörögtem. És mi? Hogy ért ez utol? És itt dudálgat. Ez megőrült. És persze ő el tud menni. Ez a Krisztiánnak az izéje. Nem is látom, és akkor így üvölt. Hát ez durva volt. Már megszoktam ezt a kurumát, tudom, hogy mik a határai. Igen, jó, oké, és frontális ütközés a villanyoszloppal! Tök jó, mert azt ki lehet ütni. Nem lehet. Nem. Hát akkor az nem villanyoszlop. De ráragadok a falra! Ezt a csalást! Jaj, más itt hisztizik, miközben én már beértem. Na. A kis hisztis dög. Ez az, megint első lettem, de hát nyilvánvaló. Na ez ki? Ja, ez a Chris. Nem a Chris. Én most érek be. BOOM! És miért állt meg? Az ökölbaum. Mert olyan kedve volt. 5700, hát ez nem valami sok. Ja, ez egész gyenge volt. Most olyan 21 000-nél tartok. Na ez az! Megint én nyertem! Ja! Most leelőzött téged ő. Miközben az elején kiesett. A legnagyobb értékelt az a motoros. Ott látod a jobb oldalt alul, hogy melyik. Tudom, hogy melyik az. Hopp, már joininggal is a 600-as szintű, let's go. Mi ez az on-call amúgy? Nem tudom, az mi. Ja, az on-call, azt tudod mi? Hogy kim van a mizében, és hogyha elindul, akkor azonnal joinol. Igen. Na, ez tetszik az embereknek, úgy látszik, ez a motoros, mert most csatlakoztak. Ez az, na akkor most már ezúttal 5 versenyzővel. Juhu. És motoros lesz, szóval ez még durvább. Ja, szóval utolsó. És azért lesz. Ilyen kinézettel szerintem senki nem akar versenyezni. Ops, ez custom zombie chopper, hát sotáró. Azt aratna én. Ez jó néz ki, ez sotáró. Azzal mész. Oké, én megyek az éve. Ezzel a FCR 1000-rel. Én meg szakás szerint narancsárgába megyek, és nem fogadok magamra. Na, mehetünk! Ohohoho! Na gyerünk, csak jó van! Csak ezzel tudod, mi lesz a baj. Na? Az, hogy én így el fog menni. Valószínűleg. Ja, na gyerünk. Amíg ki tudja. Mi ez? Let's go, mi ez? Egyedül vagyok. Ja, nem, mellettem vagytok. Mindenki ezzel jött, amivel én, Krisz. Gyerünk, mehet! Let's de go. Hogy megy olyan gyorsan? Mert neki megvan szerintem a eredetibe, és fő van tuningolva. Jó, az a 600-as, és szerintem agyon van neki tuningolva, és megvan, tudod. Aha. Mert szerintem, hogyha megvan neked, akkor azzal mehetsz, és aztán... Mi az? Azt a rohadt, de betojtam. Szerintem, hogyha megvan neked egy jármű, akkor azzal mehetsz, és hogyha nincs, akkor meg a stockon megkapod, tudod. Aha. Fúj, de kis macskas. Jól kanyarodik meg ez a motor? Aha, elég jól. Mi, hogy kell menni? Hihetem, úgy le vagyok maradva. Ez nyilván. Azt hittem, hogy ez is jó. Jó, kell itt menni? Ja, ott előre. Itt a playball klíma. Kapd el! Le, elkaptam most. Erre megyek. Húzz innen! De hogy mennek gyorsabban? Csalás! Mi a szar, hogy nem is megy a motrom? Főfele. De persze, hogy előztek úgy meg? Mert szerintem mindenkinek megvan ez a motor. És akkor csak mondom, hogy ebből két kör van amúgy. Ez komoly. Igen. Nagyon utolsó leszek. Ja, mert... Te fas chopper motorra jöttél, mi? Nem, ilyen gyors motorra jöttem. Azaz, második kör. Gyerünk! Egész jó, beelőztem őket. Nem szabad vele kanyargászni. És erre meg azonnal megelőz mind a kettőt. Nagyon jól kell vele kanyarodni, és akkor tök jól lehet őket előzni. Jaj, azt rohadt ez, de ijesztő, amikor itt leesek ebbe a nagy ilyen lejtőn. De persze, ők hogy mennek gyorsabban? Mindegy. Leesett! Leesett a motorjáról a csicska. Ez akkor lehet, hogy nem én leszek az utolsó. Bementem falba. Leesett a motorjáról? Igen. Akkor vissza kell szállnia, ugye? Hülye pancsér csicska. Oké. Elől vagyok. Második vagyok valamiért. Ez komoly. Nyilván a izé miatt. Mert a... meg a durva... kemény király, mert az 500-600-as. Hát a 600-ast azt nem fogod. Már meg szerintem minden járműben megvan fullra kimaxolva. Gyerünk! Ez az! Beértem másodikként, let's go! Let's go! Ennyivel értem be előbb. Azt a 23 másodperc múlva vége van a versenynek. Én szerintem nem fogok beérni. Gyerünk, mi megpróbálom. Na mi van, Chris? Nyomod! 7, 6, 4. Elfené. Nem érte be. De azért jó volt. Azt mondta valaki, hogy kapcsoljam ki a custom vehicle-öket. Ki lehet venni a custom vehicle-öket? Ja, igen, és ezt mikor mondta valaki? Most itt írják a chatben. Ja, aha. Ja, igen. De hogy kell? Én ki tudom. Hát te tudod akkor. Igen. Igen, és custom vehicles off. A Playboy... Mindenki kilépett. Nem már, a Playboy klíma kilépett. De hát, kilépett. Direkt kicseréltem, és kikapcsoltam a custom vehicle-öket. Hát ne szórakozzunk már, fiatal. Na mindegy, ha itt hagytak minket, és csak ketten leszünk, akkor most eldőlhet, hogy ki... a legjobb versenyző. Ja, hát az biztos. Akkor most már egy új, ugyanazzal a kocsival kell mennünk majd, hogyha nem jön be senki. Jó. És el kell döntenünk egymás között, hogy ki a jobb. Én. Nem ismerem. Hát majd eldől. Nem ismerte. Majd eldől, majd eldől. Hát, nem jött be senki, úgyhogy Krisztián, ezt most kettőnk között kell eldönteni ezt a versenyzést. Ja, oké, és na, nézzük meg. Oké. Húha. Hát egyértelmű, hogy mivel menjünk, szerintem te is tudod. Igen, de te ezt ismered ezt a kocsit, én meg nem. Mi az, hogy ismered ezt a kocsit? Hát te ezzel szoktam menni, hát én nem szoktam. De. Azzal a sárgával menjünk, ezzel a... ezzel a... Burger Shot Stallionnal? Igen. Jó. Na let's go Burger Shot Stallion. Na. Jól van, Máté! Most kiderül, melyikünk a jobb versenyző. Kész állsz. Ezzel indulok előről. Hát akkor nagyon kiderül, ki a jobb versenyző. Pontosan. Mert én olyan jó versenyző vagyok, én előről indulhatok. De hogy? De persze már! Hát én löktelek föl a falra, he! Mi ez a csalás? Krisztián, aki karddal él, kard által is hal. Kard által is halsz, te is mindjárt. De persze már! De... Ezt a csalást! Ezt 2 méteres csalást én még ilyet nem láttam. Még 2 méteres csalás. Ez 2 méteres csalás, Vaut. Mert? Mert 2 méteres ez csaltál. Nem volt 2 méteres. 2 métereset csaltál, te! 2 méteres csaló. Volt csak. 2 méteres csalóka. Ajaj, ez nem volt jó ötlet szerintem. De miért nem tetszik senkinek ezek a versenyek? Ezek tök jók. Ja, menjél már, te tragacs! Gyerünk, Tragi! Gyerünk, Tragi, én bízok benned! Amúgy közben nem tudom, hogy tudtad, de nem kell bemenni a sárga körbe. Igen, már rájöttem, de én mindig bemegyek. Jó, második lap. Jó, hát úgyis én keresztbe fordultam, hogy 200. De mindegy, azért még megpróbálok, mindent megteszek! Ja, de mivel ez csalás volt, ez a pálya, vagyis ez a verseny, ezért mehetünk még egyet ezután. Hogy eldőljön, hogy valóban ki a... De jó, és akkor majd akkor is azt mondom, hogy megnézem, hogy valóban ki a legjobb. Hát igen. Ez azt tudtam a módot! Let's go! Így is nyertem egy kicsit. Ez borzasztóan csúszik az autó amúgy. Ja. Jó, csússzál ki megint. Mit tudtál, te mit tudtál? Igen, itt nem szabad lemenni, és itt kéne lemennem oldalra, mert itt szerintem jobbak. Jobbak az esélyeim. Itt oldalt. Oké, és jó oldalra ment, akkor talán tudok rajta hozni egy kicsit. Ha én megint középen megyek. Hát szerintem pont, hogy én hoztam rajtad azzal, hogy oldalt mentem. Menj! Aj, most leeshetett volna. Hát most nem úgy lehet, hogy majdnem leestem. Jó, nyertem. Csaló! Amúgy tényleg használ rajtam, úgyhogy oldalt nem érte meg annyira menni. Hát igen, a legjobb sofőr. Figyelj, mehetünk még egyet, de nem számítsál valami más eredményre. Jó, hát ugye akkor 3-ból, aki a többet nyer. Szóval, hogyha most megint te nyersz, akkor te nyertél. De most, ha én nyerek, akkor lesz egy mindent eldöntő. Na, mit szólsz? Benne vagyok. Benne vagyok. Akkor most ne legyen matchmaking? Ne, most close legyen. Jó. Oké, és akkor a legnagyobbra értékelt az 77-es. Itt van ez a motoros. Jó, mehetünk. De, bakker, 3 millisekundum alatt mondtam neki, hogy ne jöjjön be. 8000-es. Azt a rohadt! Hogy kell kivenni őket? Mi a szar? Nem is lehet annyisnak lenni. Jó, mindegy, jöjjenek, nem érdekel. Az valami csaló. Az be fog jönni, és így repkedni fog ott a pályán. Ja. Várjál, mert kikapcsoltam a izéket, a custom vehicle-öket. Jó, mindegy, nem érdekel. De amúgy milyen érdekes, nem Krisz? Jó, most ne jöjjön senki. Bejövök, mondom, kikapcsolom azonnal. Bejövünk closed, és már 2-en csatlakoznak közben. Ja, előbb de... meg itt kell várni egy évig. Ja. Oké, és menjünk a Vortex. Azzal menjünk. Oké, és 1000-et teszek magamra. De miért raksz 1000-et magadra, és az összeset elbukod? És én meg nem rakok magamra, és már nyertem volna, vagy 30 000-et adót. Na gyerünk! Na! Aki nyer, az nyer. Vagyis, hogy mert. Jó, azt a Royal Combat, az egy kerekezik. Na, nyomja a Royal. De most nem érdekel a Royal, most csak is az érdekel, hogy 2 között ki lesz az első, igaz? De mi volt ez? Persze, csaló! Krisztián, aki kard által él, kard által hal. Felfogtad? És felfogtad, hogy leszerellek. Felfogtad, hogy véged van? Éj, hogy? How? Azt a jó bevizétek minket, jó begyorsítottak. Ez az, let's go. Azaz, kipördült a csicska. Ez visszafele jön, ez megőrül. Ez az, első vagyok. Ez az, ott vagyok végre, ahol lennem kell. Ahol teremtett engem. Húzzál már innen. Azt a... Támadás! De hogy jön ez ilyen gyorsan? Hova repül az? Ezt nem hiszem el. De hogy mész gyorsabban? Nem ugyanazzal jöttél. Fogadjunk. Ne leesek miattad! Máté! Ez az! Nyerek! Ez az! Most már csak nem szabad hibáznom. Most már csak nem szabad hibáznom, és nyerek! A fenével lelassítottam. Át kellett volna ugratni rajta. Ez hova ment? Ez hova lett? Ez hogy ment így előre? Ez is valami csaló szerintem. Ez marra jó az a verseny. Nagyon jó. Na, mikor érünk már be? Krisztián, hogy nem tudom, hogy te még ilyen büdös, ilyen macskos csalónak lenned. Hát megbeszéltük, hogy előző verseny is csalás volt, szóval... Szóval akkor ez is csalás. Most visszacsaltam, és akkor... Milyen visszacsaltad? Ott is te akartál csalni, te büdös csalódög! Miről beszélsz? Ez megőrült. Nem visszacsaltad, hanem megint csaltál, csak most jól sült el neked, te büdös pancsert. Ez az! Nyerés áldozata lett. Pancsicska. Nyerés áldozata, tudod mi leszel? Te mindjárt az én öklömnek az áldozata leszel. Jó van, Máté. Egy. Nem. A három nem közül a legjobb, nem egy, azt egy. Nyer. Nem szóval... egy, hanem 2-0. Ez amit megint csaltam, úgy, mert csak így fogta, és így úgy eltűnt előre. Jó volt ez a verseny, Máté. 77. Ja, az már volt egyszer, akkor a... Ja, ez is volt. Akkor melyik legyen? Az a 72-es, az a legelső. Jó, hát én nem mentem semmelyikre. Mert akkor most lehet, hogy mert most 50-50%. Tök mindegy. Tök mindegy, mi legyen. Az a lényeg, hogy nyerjünk. Oké, és magamra. És én most annyira bízok magamra, hogy én is 1000-et rakok magamra. Let's go. Na. Igen, az a tájusszal jött az. De mi a király Aventadorral jövő. Állat egy agytudát. Let's go! Haszta! Jó, már ez le is. Hője? Már le is zoom. Ja nem, hanem akos. Ja nem, csak ő nagyon... Ő vágja a pályákat. Ja. Ezt a macskast! Hogy mersz ilyet tenni? Nem macskas voltam, csak kanyarodtam, és pont rossz helyen voltál. Hogy mersz? De persze. És neki baj, milyen tökéletesen összejön pont, ilyen így fejre állok, és ott libikókáztatnom kell a kocsimat egy évig. Milyen tökéletesen előbb te is kilökte, hogy leestem. Hát jó, de az azért annyira... És én meg nem löktelek ki egyszer. Azért annyira nem volt nagy elő. Mit ott... nem löktél? De azt mondom, hogy az első az csalás volt. Az elsőnél az csalás volt, mert ki akartál lökni, és nem jött össze, szóval ez a te hibád. Az elsőnél csalást csaltál, aztán én csaltam, és most nem szabadott volna csalni senkinek, de mivel te egy csaló lelkű vagy, ezért... Én nem akartam most csalni, csak kanyarodtam, mert neki mentem volna az zöldbe. Észrevettem. Jó, ez az jó, pörögjek ki! Hát most eldőlt, hogy ki az igazi mester, hát elve most eldőlt, hogy ki a nagy csalómester. Én nem csalómester vagyok. Dehogy nem. Gratulálok. A Royal Gibson az el. Itt van. Itt van a Royal Gibson. Gratulálok, csalómester! Te vagy csalómester, most a Royal Gibsont le kell győzzem! Ja, győzd le a Royal Gibson. Ja, csak azzal a 6-szor jobb kocsival, nem? Ja, hát nagyon jól legyőztem a Royal Gibson, frontálisan ütköztem a falral. Ez az, akkor még visszaelőzhetlek. De jó! És beért elsőként. Ja, már végül is van a verseny. Jó, és visszafele boostol az, mert mert bepörögültem pont a busznál. Ez nagyon nehéz volt urázni. Állandóan kipörögtem. Hát meg egyáltalán nem, nincs vége. És most neki mentem a falnak, megint frontálisan, úgyhogy nem mellett. Én is. És nem is tudok, vissza kell mennem. És a Royal Gibson az már megint ott áll. Vissza kell mennem. Mert? Mert nem tudtam átmenni a falon. Ajaj! Júj! Tudtam én, hogy túl fogok ugratni. Hey, francba! De ezek a hülye obstacle-ok is. De miért ilyen szar ez a kocsi? És akkor miért írta, hogy entered first? Miért írta ezt? Azt a... Szólnak a lukba közepébe! Na, ajaj! Milyen kamera ez? Á! Ezek a versenyek nagyon durva. Olyat kéne csinálni, ami ilyen nem Rockstar által készített, és ilyen nehéz nagyon. Tudod, azokat a stunt jumpokat. Ja, ilyen, ami nehéz, ilyen konténereken. Igen. Ja, majd olyanokat is próbálgatodunk egy-egy videóban. Hát, hogyha jól teljesít ez a videó, sokan lájkolják a srácok, ja. Akkor ezt most csinálunk majd komolyan, hogy második kör. Ez most komoly. Most értem be, és második kör. Úgyhogy még van időm visszaelőzni őt, meg neked jó, is van időt. Jó, hát én lezuhantam. Én is neki mentem a falnak. Jó, én meg úgy mentem neki a falnak, hogy vissza kellett fordulnom, vissza kellett mennem a boostolóhoz, és megint be kellett boostolnom. Gyerünk, érjük utal! Előbb itt értem utal. Nem tudom, hogy miért. Szerintem lehet leesett, vagy ilyesmi. Na, akkor te hol jársz? Nem tudom, valahol itt pályán. Valahol itt a pályán? Aha. Helyes. Már úgy látom a második kört, mondjam én is már. Ezt most nem ad komolyan. De most látod a térképen, szóval... Aztán, na így kell ezt megcsinálni! Na ez így menő volt. Azt arat, ez de félelmetes. Ajaj. Ajaj! Ez a zonyol csicska! Utol kell érnem! Hát, ezt nem fogsz utolérni, Krisz. Dehogy nem. Kizárt dolog. Ha most itt betötyögnék a célba, akkor is én nyerni, mert hogy én lennék elő. Igen, na, tötyög be. Hátrafele mehetsz mostantól. Jó, persze már. Mivel ugye csaltál az elején. Nem csaltam. És csak úgy tudnál nyerni, hogy csaltál, ezért most az a szabály, hogy hátrafele kell menned. Na. Jó, ez most nem sikerült, ez az ugratás. Jó, akkor megyek hátrafele. Hát, Krisztián, most ha megállok, és amikor itt vagy előttem elkezdek hátrafele menni, akkor is én nyerek. Kettővel mentem, amikor megnyertem a versenyt. A fenében. Nem nyerted meg, csicska, második lettél. Hát jó, de veled szembe megnyertem. Oásztól 6500-at kerestem. Most eszembe jutott erről a videóról, hogy így csináltuk ezeket a versenyzéseket. Igen, ez az átlagos karakter a GTA Online-ban, az nyerte meg. Amikor a Molnár Krisztián lemegy azt a 4 órás, vagy 2 órás, vagy nem is tudom milyen hosszú versenyt. És hogy hú, ez biztos fog kapni érte, vagy 5 milliót. Véget ér a 2 órás verseny, vagy 150 kört megy, vagy nem tudom, és 30 000. És így... Ja, mert így nem számolja egy idő után a pénzt. Gondolom. Hú, hát ez durva volt. Amúgy élvezetes ez a GTA-s versenyzés, főleg ezeken a ilyen stuntpályákon. Viszont hát borzasztóan nem éri meg pénzkeresés szempontjából. Az hát ezt akkor éri meg talán, mikor van ilyen 3-szoros pénzszorzós. Van olyan, hogy egy hétig 3-szoros pénzszorzó van. Akkor se. Hát akkor se annyira, mert mondjuk ha kerestem én is most 6800-at, és akkor kerestem volna 20 000-et. Igen. Még az se sok. Bár az legalább már olyan, mintha megcsinálnál egy questet. Mission quest. Na, akkor mission ugyanaz. Úgyhogy most tökéletes volt ez a versenyzés, és... Ja! Szóval, hogyha szeretnétek, hogy legyen még ilyen versenyzős videó, akkor írjátok le kommentben, és lájkoljátok a videót, srácok, mindenféleképpen. És ott a Krisz. Tehát nem hajolt el. Let's go! Ugye kipróbálhatnánk azokat a versenyeket is, amiket nem a Rockstar gyártott, hanem így külön emberek csinálták, és ilyen nagyon-nagyon nehéz. Azokat is ki tudjuk próbálni, úgyhogy írjátok le kommentbe mindenféleképpen, hogyha ezt szeretnétek. Ja, meg mehetünk azt a izét is, hogy ilyen ugratásokat csinálunk, és kiugrat jobbat. Igen, igen. Szóval még egy csomó lehetőség van, úgyhogy írjátok le kommentbe a véleményeteket. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha ez tetszett nektek, akkor biztos, hogy ezek is tetszeni fognak, úgyhogy ezeket is nézzétek meg, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!